Véradó napok zajlanak a Pécsi Regionális Véradó Központban. A Pécsi Civil Közösségi Szolgáltató Központtal közös szervezésben várják az önkéntes véradókat. Erre az eseményre látogatott el Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár egyik munkatársával együtt, aki vért is adott. Az államtitkár nemrég történt műtétje miatt most ezt nem tehette meg, azonban a véradás fontosságát hangsúlyozta, és a civil központ kapcsolódásáról is beszélt. Baranya megye kiemelkedően fontos helyszín, hiszen több megyére kiterjedő beteg ellátást bonyolít a PTL klinikai központ. Azt mondhatjuk, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a formáját, ezt jó, hogyha kampányok keretében is hangsúlyozzuk minden évben. És most már 7. alkalommal zajlik a Baranya megyei Civil Információs Centrum a civil központ szervezésében, és egyébként a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának indítatására és országos szervezésében ez a bizonyos civil véradás, ez egy civil véradó kampány. A 18 és 65 év közötti korosztályt szólítják meg a véradásra. Egész héten tart az akció, kiszállásos véradásokra is várják a civil véradókat, ahol különböző ajándékokat is kisorsolnak. A véradók a betegek ellátását támogatják a véradásukkal, mondta Dezsőné dr. Siba Krisztina régióvezető főorvos. A véradás menetébe is beavatott a főorvos. Az anamnézisre vonatkozó adatokat kérjük el, tehát többek között, hogy hol járt külföldön, volt-e korábban valami betegsége, kezelik-e betegsége, a gyógyszert szede, általában ilyen kérdéseket teszünk fel, illetve hemoglobint mérünk, megnézzük, hogy vérszegény az illető, első véradóknál előzetes vércsoportvizsgálatot végzünk, orvosi vizsgálat alkalmával megbírjuk az illető vérnyomását, és amennyiben minden negatív és alkalmas a véradásra, akkor a kollega engedélyezi a véradást, és utána következhet a vérvétel. Az akció egyelőre sikeresnek mondható, hiszen a két nap alatt egyre többen érkeztek vért adni. Továbbra is várják a véradókat a Pécsi Regionális Véradóközpontban.